mai órán témája a kemény és a lágyvíznek az összehasonlítása. Ehhez a kísérletünkhöz szükségünk van desztillált vízre, csapvízre és kálciumkloridot tartalmazó vízre. Mind a három kémcsőbe egy kis szappanforgácsot helyezünk, és összerázzuk az oldatunkat. Nézzük meg a különbségeket. Az az oldat, amely desztillált vizet tartalmaz, a szappan nagyon jól oldja, és erőteljes a habképződés. Az a víz, amelyet csapvízből merítettünk, ez is oldja a szappan, de a habképződés nincs olyan erős, mint desztillált víznél. És a harmadik esetben, amikor kálcium-kloridot oldottunk kis mennyiségben vízben, szinte a habképződés eltűnt, vagy megszűnt. Na most ennek a jelenségnek az az oka, hogy azok a vízek, amelyekben nagy mennyiségű oldott kálcium és magnézium sok van, az úgynevezett kemény vizek. Nem nagyon oldják a szappant, illetve a szappan oldatot kicsapják, ezért bizonyos desztilliákat nem is tudunk mosni benne, illetve a főzésnél is problémát okoznak. És amelyben kevés a kálcium és a magnézium ionok, azokat pedig lágy vizek.